Cube kerékpárokat láthatunk ezen a tesztpályán, mivel a Cube az egyik fő támogatója most ennek a kerékpáros rendezvénynek. Azért is célszerű egy ilyen lezárt és forgalomtól mentes tesztpályára kihozni a kerékpárokat. Egyrészt, mert olyan bringákat is kipróbálhatnak az érdeklődők, amikre esetleg mondjuk egy normál szaküzletben nincsen lehetőség, mert felső kategóriás. Másrészt a boltok többségénél nincs arra lehetőség, hogy a bolt körül menjen vele egy kört az ember. Itt viszont, ahogy lehet látni, itt egy szépen karban tartott parkba kikövezett úton lehet menni. Tehát itt igazából biztonságos körülmények között ki lehet próbálni a bringákat, akár több fajtát is, és mindenki meg tudja érezni, hogy melyik bringa az, ami neki a legszimpatikusabb, és utána már egyszerűbb a választás, amikor be kell menni a kerékpárboltba. Mit lehet tanulni egy bringasuliban? A bringasuliban itt 3-tól 6 éves gyerekek tudják fejleszteni a kerékpáros egyensúlyi érzéküket és az ügyességüket. Erre mindenféle akadályt állítottunk össze nekik, ahol egy idő után már a gyorsasággal is versenyezhetnek egymással. Van országos kerékpáros térképünk, ezen 12 túraútvonal ajánlat gyűjtöttünk össze országosan. Van balatoni kerékpáros térképünk, illetve tisztatavi kiadványunk, amit a kezedben tartasz. Ezen 44 túra ajánlat van. Vannak kerékpárosok, öko, illetve lovas túrák, valamint gyalogos túrák. Sokan ismernek minket szerencsére. Mi most ezt a helyzetet kihasználtuk arra, hogy itt egy ilyen nyitónapot is kerekítsünk. Mi megpróbálunk tradíciót teremteni. Azt gondolom, hogy ez jövőre fog igazán kibontakozni. Szeretnénk ezt a napot tavasznak egy bizonyos napját ilyen igazi budapesti bringás nyitónappá tenni. Ekkor tartjuk egyébként a közgyűlésünket is. Most, amikor beszélgetünk, túl vagyunk, délelőtt meg volt a kerékpároskodnak az évi rendes közgyűlése. Itt a helyszínen kaptunk épületet, és nagyon jól sikerült. És hát ugye itt van most mindjárt 14:30, perceken belül indul a csillagtúra erről a helyszínről a CM-re, mert ez így függ össze, mert ma délután CM van, és hát természetesen Budapest lakossága ott lesz teljes létszámban. A Vakens Soleil támogatja, szponzorálja az egyik biciklis csapatot, és most így kerültünk ki igazából ide a rendezvényre, hogy mint támogató. De ez azt jelenti, hogy ha valaki aktívan kerékpározik, de azért szeretne nyaralni, és aktív nyaralást tervez, akkor tudtok ajánlani olyan helyeket, ahol a biciklit is biztonságban tudja tartani, és mondjuk élvezi is a nyaralást is, a család többi tagja, és azért ő is tud biciklizni. Egyértelműen a nyaralásba ez bele van számítva, a kerékpározási lehetőségek családosan, egyedül, különböző helyeken, tehát ez alapból így össze van a kettő kapcsolva. Kicsit az meglepő, hogy belép az ember a bringa vásárba, és rögtön egy biztosítóval találkozik. Ezt megmagyaráznád, hogy itt jelen vagytok? Igen, én ezt egyáltalán nem tartom meglepőnek, mert azt hiszem, hogy a bringások is egy célközönségünk, és az ő figyelmüket is szeretnénk felhívni a szolgáltatásainkra, és itt ezt megtehetik ők is, hogy felveszik velünk a kapcsolatot, és utána későbbiekben egy személyes találkozó alkalmával személyre szabott programot tudunk kidolgozni nekik.